Kiállt az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker mellett Angela Merkel német kancellár, annak az Európai Uniót vádoló plakátkampánynak az ügyében, amelyet a magyar kormány szerdán indított. Most annyit tudok mondani, hogy a legteljesebb mértékben támogatom Jean-Claude Junckert ebben az ügyben, amit Magyarország számára is nyilvánvalóvá fogunk tenni. Időközben Juncker, aki szerdán még azt mondta, szívesen látná a Fideszt az Európai Néppárton kívül, kevésbé harcias hangot ütött meg egy panelbeszélgetésen, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt a barátjának nevezte azzal, hogy ő a baráti együttműködés híve, és nem veszi fel a kesztyűt a magyar kormány gyűlölet kampánya ügyében. A Kormányinfón Gulyás Gergely kancellária miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a Fidesz elejétől nem támogatta Juncker elnökségét, és az együttműködés azóta sem volt jó. A bizottság elnöke mindent megtett azért, hogy kizárassa a Fideszt a néppártból, majd miután kisebbségben maradt, a kampányidőszakban ezt a nyilvánosság elé tárta. Tehát bennünket a lojalitás hiányával vádolni nagyon nehéz, hiszen ezt megelőzte a bizottsági elnök Fidesz-szel szembeni akciója. Ez a kampány egy fontos, sikeres kampány Magyarországon. A politikai vitáknak a tere valószínűleg sokkal tágabb, mint ahogy azt Európa nyugati felében megszokták. Szerdán jelentek meg a kormány hirdetései a sajtóban és az utcákon, amelyekben az Európai Uniót a migráció támogatásával és a tagállamok határvédelmének gyengítésével vádolják.